Üdvözöllek benneteket, Baranyai Antal vagyok. Szegeden élek a családommal, 96 óta vállalkozó vagyok. Hoztam egy döntést néhány évvel ezelőtt, hogy keresek egy második lábat, egy második bevételi forrást a vállalkozásaim mellé. Egy barátom a kezembe adott egy mikroalga terméket. Fantasztikus módon működött nálam. Egy komoly allergiával küzdöttem, én természetfotós vagyok, és minden évben tüsszögésre, orvajással küzdöttem, Beültem egy lesátorba, elmentek a madarak a kilométeres körzetből. Többen a baráti körömből azt mondták, hogy eszik ágában is velem fotózni. Gondolkoztam, hogy mit lehet tenni, tehát vagy hobbit váltok, vagy keresek rá egy megoldást. Mindenféle kipróbáltam, és gyakorlatilag ezek a termékek rendezték néhány hónap alatt ezt a problémámat. Egy dolgot láttam, a dolog működik, mert több ezer euró volt az első hónaptól a számlámon. Átszerveztem az életemet, csak ezzel az üzlettel foglalkozom, mert fontos a, a szabadidő, a, a családom két gyönyörű kislányom van és úgy gondoltam, hogy amit nem sikerült megvalósítani csak a hagyományos vállalkozásomban, azt gyorsabb úton szeretném magamnak tudni. Ebben az évben szeretném megfogni az első 100 eurós havi jövedelmet ennél a cégnél. Egy új koncepcióval dolgozunk, ez gyakorlatilag egy új szépségipari termék, egy koncepcióban csináljuk, fantasztikusak az eredmények, szenzációsan működik a termék, egy nagyon jó csapatban dolgozunk, és Rafai Róbert az én főső vonalammal gyakorlatilag minden eddigi célomat sikerült megvalósítsak. Tisztán látjuk, hogy csapatban működik ez az üzlet. Amikor az új par partner az üzlet mellett dönt, az első legfontosabb dolog, hogy számba venne azokat a kapcsolatokat, megérne azt a kapcsolati listát, névlistát, ahonnan meríteni fogunk. Kik azok a kapcsolati körembe, akiknek erre a termékkörre mikroalgára, vagy a, a bajászra, a, ko, a kozmetikai termékre szüksége lehet. Kik azok a sikeres vállalkozók, üzletemberek, kik azok, akik MLM-mel, hálózatépítéssel megkerestek az elmúlt években, kik azok, akik sokkal sikeresebbek nálam. Összeírom őket egy kapcsolati listán, és közösen a szponzorommal leülünk a, a klubban, és gyakorlatilag Közösen elvégezzük ezt a munkát, megbeszéljük, hogy ki kicsoda micsoda, fölhívjuk őket közösen, behozzuk őket a klubba, beszélgetünk velük termékre, üzletről, és gyakorlatilag csapatban vagyunk erősek. Ez az üzlet nem működik önállóan. Úgy működik jól, úgy működik sikeresen, hogyha csapatban, falkában végezzük a munkát. Gyakorlatilag egy bandázó hely, egy, egy társasági esemény a klub. Jó a hangulat, jó a társaság, és garantált a siker. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a hagyományos network marketinget ötvöztük a direct marketinggel, és egy olyan beauty klubok rendszerét hoztuk létre, ami fantasztikusan leegyszerűsíti a munkát. Ez gyakorlatilag úgy működik, hogy van egy, van egy helyi klub minden nagyvárosban, ezen dolgozunk, 200 ilyen klubot hozunk létre Magyarországon, és természetesen a környező országokban is. Én Szegeden dolgozom, ott hoztuk létre az első ilyen klubot, egy Napoliból indultunk, egyébként egy kozmetikus, párom kozmetikus barátnének a Napoliából indultunk, 5, 10, 20, 30, 40 fős napi létszámmal. A vége az gyakorlatilag úgy nézett ki, hogy ilyen napi 80-100 embernek mutattuk meg a terméket, Fantasztikus eredmények voltak gyakorlatilag már az első hónapban. Miért? Mert gyakorlatilag egyszerű a munka. Gyakorlatilag kézbe adtunk egy néhány ilyen meghívó kártyát, az isprecsé körbe, Gyere el, van itt egy jó termék, ki tudod próbálni, teljesen ingyen és kötelezettsége mentesen. És gyakorlatilag nagyon-nagyon látványos eredményeket tudtunk elérni. Egy probléma volt a nappal is a klubban, hogy a, 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 a párom barátnőjének a, a kicsi lánya mondta, hogy hát vagy ő költözik, vagy a klubot költöztessük, mert egyszerűen gyakorlatilag nem járja, hogy idegen emberek vannak a nappaliban napi szinten, 24 órában gyakorlatilag. Úgyhogy létrehoztuk a, a szegedi bázisunkat egy gyönyörű, elegáns klubot, ami gyakorlatilag úgy működik, hogy a klubtagok összedobják ennek a klubnak a működési költségeit, és gyakorlatilag tehermentesítve vannak ennek a, a, a sztorinak az elején. Egy dologba vesznek részt a toborzásba. 5-10 ilyen meghívó kártya naponta, 90 lik jönnek a kártya tulajdonosok a bemutató kezelése. Kötelezettség és költségmentesen kipróbálják a terméket. Egy dolgunk van, bemutassuk, bebizonyítsuk, hogy a termék működik. Ha a termék működik, akkor gyakorlatilag azonnal fogható eredmény van. Nyilván üzletemberként azt látom, hogy érdemesebben most benne lenni, egy gigantikus forgalmat, egy gigantikus üzletet fogunk magunkénak tudni néhány éven belül. Egészséget!